csodálatosan szép jó reggelt kívánunk a stúdióban Virány Orsolya, Galgóci Eszter és Forgács Bianka. Hétfőn meghallgatta az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága Navracsics Tibor éves beszámolóját. A területfejlesztési miniszter az uniós forrásokat érintő tárgyalásokról úgy vélekedett, hogy az európai parlamenti választásokig egyre inkább a politika túszává válnak az egyeztetések. Mit jelent ez? Hát nekünk ez nem annyira jó hír éppenséggel. Mert mondjuk melyik volt eddig jó hír az Európai Uniós pénzek kifizetésével kapcsolatban? Az, amikor elmondták, hogy na most már tényleg jönnek. Én mindig elhittem minden egyes alkalommal, és azt mondtam, hogy most elintézi a Tibor. Én azt éreztem mindig, mint van az a vicc, hogy a férfiak egyébként mindent megcsinálnak, amit megígérnek, nem kell őket fél évente emlékeztetni. Majd szólnak arra a változáson. Persze. Nagyjából azt érzem, hogy teljesen mindegy, mert egy gyakorlatilag másfél éve zajlik az, hogy majd 3 hónap múlva, lehet, hogy mégiscsak 6 hónap múlva, de már nagyon közel vagyunk hozzá, de esküszöm, hogy évvégéig meg lesz a megállapodás, ugye ez a tavaly évvégét jelentette, úgyhogy most már idén évvégére is volt ígéret. Megállapodások egy része egyébként mindig van, akkor magyarázatok is vannak rá, hogy valójában egyébként nem a jogállamiságot érintő kérdésekkel van probléma, nem azzal van probléma, amit a kormány csinál, hanem az Európai Unió mindig újabb és újabb kérdéseket vet föl, ami gyakorlatilag csak egy politikai hetszerés, ugye most is ez hangzott el. És igazából az embernek szerintem nem tegnap, vagy tegnap előtt, vagy a meghallgatás során volt az az érzése, hogy itt valójában a magyar kormány is egy kicsit arra bazíroz, hogy ha jönnek az Európai Uniós választások, akkor hát ha más összetétele lesz majd a parlamentnek, és akkor talán kifizetnek minket, csak ezt ugye nem akarták így feltétlenül kimondani, mert hát ugye az még csak 24 nyár, nekünk meg már annyira nincsen gyakorlatilag pénzünk, hogy egy-két dolgot elő tudtunk finanszírozni, de mondjuk olyan apró cseppő dolgokat, mint a tanárok béremelése, amit szintén azt hiszem évelején jelentettek be, azt ugye elmondta Navracsics, hogy sajnos arra a költségvetésben nincsen erre pénz. A millió dolláros kérdés az az, hogy ez egy vetítés a magyaroknak, hogy 3 hónapon belül megkapjuk, tavaly év végére megkapjuk, vagy valóban ez a kommunikáció Navracsics Tibor felé, vagy az ország felé, hogy már csak ennyire vagyunk tőle, és a végén kiderül, hogy mégsem. Hát vagy ez a kommunikáció, vagy nincs kommunikáció. Tehát azért ő erre is utal. Van egy De ha nincs mondatom. Kommunikáció, akkor viszont az ő hibája az, hogy téves következtetéseket von le abból, hogy nem tárgyalnak vele, vagy nem kap olyan jellegű információt, hát, ami erre igen. utal. Most pont ebben az összefoglalóban, amit az Index hozott le, abban ott van, hogy a mai napig tárgyalásban vannak. Navracsics Tiborék próbálják megtudni, hogy mi a probléma az alapítványok működésével. Tudja, próbálják megtudni. Tehát ez nem egy... Tehát, hogy nekem ez annyira... Hát, szakmaiatlan, vagy hogy mondjam, tehát, hogy egyrészt szerintem egyértelmű, vagy lehet tudni azt, hogy mi a probléma, most ez egy más kérdés, hogy meddig akarnak még ebbe beleszólni, és meddig feszítik ezt. Én is azt érzem, hogy újabb és újabb kérdések jönnek mindig, valamilyen szorongatás gyanánt. Miközben a másik oldalon itt van ez az egész uniós csatlakozási kérdéskör, most Ukrajna kapcsán, tehát, hogy például az hol tud mondjuk egy csarolási alap lenni, vagy nekünk egy ütőkártya, hogy persze nem akarom összekeverni a bizottság meg a parlament munkáját, de azért azt gondolom, hogy egyik a másikra hat, már csak a vétójogok miatt is. Szóval, hát meg a magyar kormány is rendszeresen megteszi ezt, hogy egyben mossa és összekeveri. Igen. Abszolút. Hát de igen, csak ugye ez még amikor elkezdődtek a tárgyalások, akkor mindenkinek az volt a következtetése, hogy most először történik meg az, hogy általában az Európai Unió az Orbán Viktorra vár valamiben. Orbán Viktor nagyon sokszor élt a vétójogával, nagyon sokszor élt azzal, hogy ő az, aki felrúgja itt az Európai Uniós szabályokat. Nem biztos, hogy megszavazza, sokáig nyújtotta, aztán végül egyébként mindent megszavazott, tehát kicsik ne férje hozzá. De hogy azért voltak benne ilyen kis okoskodások, meg ilyen... Hát ilyen külön kérelmek, hogy Magyarországot azért egy picit máshogyan kezeljék. Ezeket általában megoldotta. Aztán az uniós pénzek kapcsán gondoltuk azt, hogy először megfordul majd a helyzet, és az Európai Unióra vár majd Orbán Viktor, talán ebben az idő pillanatban lesz az is, hogy pici változtatásokat bevezetünk, csak az a baj, hogy szerintem, hogyha valaki végig gondolta
a nulladik pillanatban, és már pedig az Európai Uniónál végig gondolták a nulladik pillanatban, hogy itt a magyar kormány, amikor tesz egy ígéretet, vagy hoz egy törvényt, aminek a szövege valamiről szól, az nem biztos, hogy pontosan úgy lesz betartva. Tehát mondjuk gondoljunk erre a korrupciós intézetnek a felállítására. Nem biztos, hogy működőképes lesz, de felállítottunk rá egy intézetet. Ezért ugye az Európai Unió beépítette azt a részét is, hogy oké, nagyon örülünk neki, hogy ezeket papírra vetitek, még annak is nagyon örülünk, hogy felállítotok ilyen intézményrendszereket, csak nézzük meg, hogy ezek hogy működnek. És szerintem ezek azok a pontok, ahol valahol el vagyunk akadva. Mert működnek valójában? Hát, mint az alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények. Hát, amivel nem tudjuk, hogy mi a probléma. Igen, igen, csak arra gondolok, hogy kiszedheted mondjuk a párthol, a kormánytagokat. Igen. Tehát lehet azt, hogy Varga Judit ne legyen a Miskolci Egyetem, talán ő pont ott volt alapítványi kuratóriumának tagja, de maga az a probléma, hogy alapítványi fenntartásba kerülnek egyetemek, és mondjuk adott esetben nem egyetemi szenátus delegáltjai vannak azokban a bizottságokban, hanem valamilyen más szempontból elrendelt tagok, tehát hogy ezek a probléma... De mondjuk ki politikai szempontból elrendelt. Én nem akarok ilyen, mondd ki te ezeket, hát ne érted. De hogy az nem oldódott meg, vagy az nem változott meg ebből a szempontból. Az sem, hogy ez hogyan lett elrendelve, tehát hogy nem feltétlenül jogszabályokra gondolok, hanem arra, hogy egyszer csak alapítványi fenntartásba kerül, és bizonyos intézmények esetében például erre vonatkozó tárgyalás, párbeszéd nem feltétlenül zajlott. Az uniónak van felelőssége abban, hogy hogyan fogalmazza meg ezeket a kritikákat az országgal, vagy a működésével kapcsolatban? Hát láthatóan ők nem érzik úgy, hogy van, és ez engem... Én is a probléma részének látom, hogy jön egy igény, hogy fel kéne állítani egy korrupció elleni bizottságot, hatóságot, mindegy is, hogy nevezzük talán, és felállítják, ott vannak a papírok, a dokumentumok, de működni nem működik. Nagyon hasonlónak látom az egyetemek kuratóriumi tagságát, hogy kiléptek a kormánytagok, de attól még a probléma nem oldódott meg, vagyis a valódi probléma, és az a fontos kérdés, hogy az Európai Unió nem tudja jól megfogalmazni, hogy mi valójában a problémája, vagy pedig a magyar kormány érti szándékosan félre. Nem, itt egyébként arról van szó, hogy ugye az Európai Unió az nem úgy működik, mint az Egyesült Államok. Tehát nem az van, hogy van egy ilyen egy állam, és azon belül teljesen kicsi más államok, ami igen, más a szerkezete, ugye a DK az, ami például az a kampányon, hogy olyannak kéne lennie, mint az Egyesült Államoknak, de most ez csak Magyarország, és ez egy ilyen, nem tudom, 20 éve fennálló vita, hogy mennyire kell közelednie az országoknak egymáshoz, mennyit kell megtartani a szuverenitásukból, mi az, ami áthelyezhető uniós szintre. Ezért a legtöbb dologban egyébként az Európai Uniónak inkább javaslatté lehetősége van, és azt tudja mondani, hogy például egyébként jogállamiságnak nem felelnek meg mondjuk azok a kritériumok, hogy az alapítványi tagok egyébként ilyen szinten kötődnek a Fideszhez, de azt nem mondhatja meg, hogy innentől kezdve tehát az van, és akkor kezdjük ott, hogy nem csak kormánytagok nem lehetnek, hanem kormánytagok családjai sem lehetnek, és a kormánytagok családjainak családjai. De javaslat is, formájában ugyanúgy megteheti. Javaslatokat tehetnek, és javaslatokat valószínűleg tesznek is. Na de most ezeket a javaslatokat szuverén, ahhoz kötik, hogy forrásokat biztosítanak-e, vagy sem, tehát innen más a súlya. De hogy ezt ugye nagyon sokféleképpen meg lehet oldani, és az viszont meg már az ország szuverén joga, hogy ő hogyan szeretné megoldani, hogy a jogállamisági kritériumnak megfeleljenek ezek a követelmények. Tehát, hogy az Európai Unió nem írhatja le pontról pontra, betűről betűre, hogy mi történjen, mert akkor ott... Akkor megsérti akkor ugye, a szuverenitást. Az, amire mi azért nagyon... Igen. Hát, na, most arra ki vagyunk hegyezve amúgy is. Szóval ilyen szempontban én egy picit azt érzem, hogy a kérdésed tök jó, csak közben azt is érzem, hogy ezt a kormány nagyon szeretné így lebegtetni, hogy az van, hogy itt az unió nem konkrét és direkt utána is beleköt, miközben egyébként ők pontosan tisztában vannak vele, hogy ezt nem is tehetné meg, és amennyiben megtenné, akkor megjönne az, hogy de hát mi szuverén ország vagyunk, tehát mi nem fogunk úgy ugrálni, ahogy az Európai Unió fütyül. Mondjuk ezt is hallgatjuk. Mindegy. Tehát, hogy a valóságban
minden, ami e körül zajlik, az nekem nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen kommunikációs vetítés, és tök igazad van, Orsi, hogy a cikkből például kiolvasható az is, hogy nincsenek egyeztetések, vagy legalábbis azok nem annyira konkrétak, de ezt egyébként szerintem nincsen olyan, aki valójában el tudja hinni, hogy amikor egy ország gazdasági helyzete annyira rottyon van, mint a miénk, és ennek erős oka az, hogy mi nem kapjuk meg az uniós forrásokat, akkor például Navracsics Tibor nem tesz meg mindent azért, hogy ő tárgyalásokat folytasson. Az sem igaz, hogy az Európai Uniónak nem, hogy mondjam, érdeke lenne az, hogy Magyarországgal és a magyar gazdasággal játszadozzon, hiszen egyébként arra jött létre az egész, hogy egy erős gazdasági szövetséget tudjon képezni Amerikával szemben. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag mind a két félnek az lenne az érdeke, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amiben Magyarország megkapja a pénzt, tehát gazdaságilag egyébként egy erős része tudunk lenni az Európai Uniónak, és mellette nem csak gazdaságilag, hanem valahol tényleg tudnánk egy olyan közös pontot húzni, amely érdekek mentén azért mégiscsak meg tudunk állapodni, hogy hogyan néz ki egy demokrácia, hogyan néz ki egy demokratikus működés, de mondom, ezt nem úgy, hogy betűről betűre lediktálom, vagy pontról pontra azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, hanem úgy, hogy ilyen alapvető minimumokat határozunk meg. Nyugaton úgy látszik, mégiscsak kolbászból van a kerítés, vagy hát legalábbis a kolbász olcsóbb Bécsben, mint a magyar karácsonyi vásáron. A grill hot dog nálunk 8000 forint, Bécsben csak 8 euró, ami mostani árfolyamon olyan 3056 forint. Ugye az az érdekes, hogy a bécsi karácsonyi vásárt tartjuk így a, nem tudom, a fejünkben, vagy legalábbis én. Így a karácsonyi vásárok Ferrari-en. Mert ez sokáig így is volt. Igen, hát nem ész azért egészen döbbenetesen gusztustalan bögréért, amiben a puncsot, ami szintén nagyon fura dolog, kapod. Vagy ez nincs meg, hogy ez a bögre már De, volt? És ez a mai napig egyébként. Tényleg, ez még mindig megy, hogy... A cikkben is le volt írva. 3 euró egyébként, hogyha ha külön bögrével kéred, de most arra gondoltam, hogy az volt a happy ennek a karácsonyi vásárnak, hogy bögréért mész. Persze. Nálunk a család gyűjti. De ezt most így hagyjuk is. Viszont ugye nálunk is megjelentek a karácsonyi vásárok. Én azt gondolom, én minden évben úgy mentem ki egy budapesti karácsonyi vásárra, hogy ez élhetetlenül drága. Nyilván ebben van egy olyan pszichológiai rész is, hogyha már kimegyek Bécsbe, és ott vagyok egy olyan karácsonyi vásáron, akkor több pénzt is elköltök, mert hogy az tehát, hogy az egy erőbefektetés, egy energia, ott vagyok egy másik országban, stb. És kicsit elmész egy kiállításra, eszel egy szelet záhert, meg a Friedmüllernél egy fél disznót, tehát, hogy ezt ott azért így akkor összekötöd már. Igen. De most valahol azt érzem, hogy azzal együtt van nagyjából rálátásom, hogy összehasonlítási lehetőségem arra, hogy lássam, hogy mondjuk mennyiből lehet bevásárolni Bécsben, és mennyiből lehet itthon elintézni egy normális vásárlást. Én például legutóbb júniusban a születésnapomkor voltam kint, és akkor így megleptem magam nagyon kedves dolgokkal. Hát sokkal kevesebbet fizettem a kasszánál, és a kedves dolgokra értem a sajt, vaj. Tehát, hogy ilyen milyen kis Jaka Péter lettél. Ugye? Igen, a Parizert azt pont nem néztem meg. Hát nem, de ő ment el különböző boltokba nézelődni, hogy mi mennyi, meg mennyivel drágább. Igen, csak tehát, hogy már kezdem egy picit azt érezni, amikor ezt a cikket olvasom, hogy valójában tökre megéri autóba ülni, kimenni ott egy karácsonyi vásárra, de a karácsonyi vásárban nem, de egy azért mész, karácsonyi... hogy karácsonyi vásár nem. Tehát szerintem annak más a hangulatkeltés, hogy... Nyilvánvaló, csak érted, tehát, hogy akkor már össze tudod kötni egy rendes bevásárlással is, és anyagilag jobban jössz ki az egész karácsonyodból. Hát most nekem az a kérdés, hogy alapvetően a karácsonyi vásár funkciója, vagy hát egyáltalán az, hogy ez van, akár a Vörösmarty téren, vagy a Bazilikánál mondjuk a fővárosban, de az összes vidéki nagyvárosnak a főterén azért a cuki kis falházak ilyenkor már megjelennek, és amit szerintem tök jól tud kinézni, vagy nem tudom, tehát hogy egész olyan, mint egy ilyen kis bohém élet díszlet, de hogy maga az a
termék kínálat, ami ott van, annak ki a célcsoportja. Szerintem leginkább a turisták. Így van. Tehát... De még a turisták tekintetében is szerintem fontosabb az ételkínálat egyrészt, másrésztről az a fajta hangulat, hogy te egy karácsonyi vásárba vagy, vagy legalábbis nekem ez a megélésem, hogy számomra a karácsonyi vásár az azt jelenti, nem szoktam minden évben elmenni, de amikor elmegyek, akkor egy kis ráhangolódás a karácsonyra. Számomra... Abból a szempontból, hogy egymást tapossátok, mindenki az anyjába küldi a másikat. Nem csak... Ez erről szól, tehát, hogy... Hát nem csak csúcsidőben lehet egyébként karácsonyi vásározni. De olyan, akkor nem hangolódsz rá arra a karácsony estére, igen, amikor az egész családoddal szól, együtt vagy, és így mindenki ideges mindenkire, és aztán van az a pillanat, amikor így felkapcsolódik vagy felkapcsolódnak a fények a fán, és a ráhangolódást most egymást. Kivételesen pozitív. Ja. Pozitívan értettem, nem úgy, hogy már elkezdem a stresszt adagolni magamnak, hogy utána karácsonykor kevésbé üssön arcon. Nem így értettem, hanem én hangulatosnak tartom egyébként a vásárokat, azzal együtt, hogy jó magam nem vagyok egy hatalmas rajongója, tehát hogyha nem lenne, én azzal is ellennék, de egy időben igen, nagyon nagy hagyománya volt kimenni Bécsbe karácsonyi vásározni, ez talán az az időszak volt, amikor még itt Budapesten, nem azt mondom, hogy nem volt, de biztos, hogy nem volt ilyen vonómenű, mint az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben. És teszem hozzá most, ez csak azért, mert ne legyünk ennyire elitistek, nem csak Budapesten vannak karácsonyi vásárok, azért a legtöbb ezzel kezdtem. Mit? Ezt mondtam az előbb, hogy de én most az legyen. Mondtam, az összes vidéki nagyváros főterén. Igen, csak én most Budapesteztem egyet, úgyhogy helyre kellett rakni a világban a dolgokat. Mennyire tartozik ez így a magyar néplélekhez, hogy fú, nálunk minden iszonyatosan drága, fú, hát nálunk a karácsonyi vásár is drágább. De menj már, most ez tényleg nagyon durva, tehát 8000 egy mi ez, kolbász? Sőt, egy grillhotdog. Grillhotdog, bocsánat. Tehát az IKEA-ba elmész, bocsánat, hogy reklámozok, és azért ennek a töredékért megveszed. Köszönjük, hogy nem azt mondtad, hogy az iksibe. Szerintem megvan ennek a háttere, és van benne igazság, de ezen és minden szezonnak megvan a maga kis tárgya, amire lehet mondani, fú, nyáron a Balaton milyen drágák, fesztiválon voltatok? Láttátok, mennyibe kerül a sör? És erre valahogy okay, így kattintanak. Oké, de ez a tízszeres, tehát figyelj, az, hogy most nem tudom, azt én nem láttam, meg nem voltam idén, hogy amilyen karácsonyi vásár feelinghez hozzátartozhat városlakóként is, és nem turistaként, az esetleg a forralt borozás, tehát én például viszonylag sokat járok át a Vörösmarty téren, hát most nem, mert engem viszont ráhangolná erre a bulira, tehát sajnos én ezt nem bírom. De az mondjuk meg lehetne, hogy ott van egy találkozód, vagy átmész, jössz, és megiszol egy forralt bor, de hát 1600-ért nem fogok, érted? Tehát, hogy az szerintem nem az az infláció, ez valami teljesen más, ez nyerészkedés. Ugyanúgy, mint a fesztiválok esetében nem feltétlenül a magyarok pénztárcájára van szabva. Csak ennek szerintem lehet egy racionális, meg egy érzelmi megközelítése, és nekem az a benyomásom, hogy akár karácsonyi vásárról, akár fesztiválról, vagy a Balatonról van szó, mindig ezt a nagyon-nagyon erős érzelmi kitörést érzem abban, amikor egy-egy ilyen cikkel találkozok, hogy közgazdasági szempontból valami keveset tudok meg arról, hogy miért ilyen rohadt drága minden, viszont maga a felhorkanás az, hogy lehet ezen puffogni, hogy hát Bécsben mennyivel olcsóbb a kolbászos zsemle vagy kifli, és egy picit úgy érzem, hogy lehet, hogy a magyar társadalomnak is jót tenne az, hogyha nem csak egy ilyen szempont... Bécsbe. Ha kimenne Bécsbe, az nagyon jót tenne, de hogyha nem csak ilyen érzelmi szempontból lenne megközelítve, mindig ez a kérdéskör. De szerintem egyébként ebben igazad van. Tehát ezt én is érzékelem, ha én úgy döntök, hogy elmegyek egy fesztiválra, veszek oda egy napi jegyet, vagy egy heti jegyet, vagy én úgy döntök, hogy elmegyek, nem tudom, Horvátországba, akkor én saját életemet sem keserítem azzal, hogy átszámolgatom a kunát forintra, hogy megállás nélkül azt nézem, hogy azon a fesztiválon mi mennyi, és azon puffogok. Én hoztam egy döntést, hogy szeretném ott jól érezni magamat, akkor ez van. Attól az még szerintem megállapítható például egy
egyébként ingyenes belépéssel rendelkező karácsonyi vásár esetében, hogy az, hogy 8000 forintba kerüljön a burkakolbász, mi ez grill hotdog, azt tudom, mi az, az szerintem nem egy normális dolog, és az a típusú túlárazás, aminek az inflációhoz nincs köze, ám ahhoz igen, hogy nyerészkedj a turistákon, és tulajdonképpen a te városod, te főterének, te portékáidnak az élményét ilyen szempontból elved. Ehhez is van köze, meg azt is érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk ezeknek a helyeknek ugye a helybérlet, az, hogy ott egyáltalán lehetnek, árusíthatnak, hogy az hogyan összehasonlítható a különböző helyeken található karácsonyi vásár. Tehát vannak összefüggések, és értem ezt a divatos jelenséget, hogy fú, minden, miért ilyen drága minden, csak lehet, hogy néha jó lenne mögé nézni ezeknek a dolgoknak. Hétvégén több dolog is véget ért. Például az idei Starbucks ugyanis szuperdöntő volt, 3 kategóriában is győztesek. Születtek a lányok között Berki Mazsi, győzte le mindhárom ellenfelét férfi nehézsúly bajnoka Brass Bence lett, a középsúlyé pedig Molnár Áron, és 2 dolog derült még ki, ami számomra érdekes volt. Az egyik, hogy ez a verseny itt nem is ért véget, hiszen a nyertesek bejutottak egy nemzetközi Starbucksba, mert kiderült, hogy van egy ilyen nemzetközi celeb. Liga, vagy gála, bocsánat, és hogy ebben mérkőzhetnek majd 100 000 dolláros nyereményért, és mindezt egyébként aszpartán mentesség támogatják 15 millió forinttal a felkészülést. De azt is megtudtuk, hogy 2024-ben is lesz Starbucks, amit sejtettem, mert hogy nagyjából minden héten csekkolt be egy celeb a sajtóban, hogy ő nagyon szeretne részt venni ebben. Egyrészt, mert elég sok pénzt fizetnek, másrészt meg gyanítom, mindenki csak a végeredményt látja, hogy milyen izgi ott püfölődni, de azt nem, hogy előtte 7 hónapig mondjuk, hát, hogy kell erre felkészülni. Persze, nagyon könnyű mindig a nyertes helyébe képzelni magadat, de amikor valaki ott fetreng a földön, hát már éppen... Hát csak nézi már tehát, hogy, szóval, hogy azért az nem úgy van, hogy úgy leszállt az égből ezzel, hanem a mögött elég kemény munka van. Ezt tudjuk, hogy mennyit fizet? Jó, volt egy cikk. Én direkt nem nyitottam meg, én nem akartam az a lakossági ember lenni, szépen, Orsi, aki tényleg? Azért... Tele volt ezzel, hogy most kiderült, hogy mennyit kapnak a Starbucks résztvevői, de én úgy voltam, hogy én csak azért sem nézem meg ezt, mert a... Nem veled beszélgettük, Bianca, a Nobel-díjnál, hogy milyen már az, hogy aki arra keres rá egyből, hogy mennyi jár a Nobel-díjért, és én itt ültem, és mondtam, hogy hát nekem mondjuk ez volt az első. És most ellenálltam. És annyira elszégyeltem magam, hogy így, jó, most nem nézem, meg direkt nem nyitom meg, hogy mennyit kapnak, de mondjon. Ja. Állítólag a felkészülés alatt havi 2 millió forintot kaphattak, élő adásokért pedig 5-10 millió forint lehetett a gázsi, attól függően, hogy megnyerték a mérkőzésüket, ez mondjuk elég soknak tűnik. Nem, szerintem, hogyha belegondolsz, akkor ez nem sok. Meg ha jó, nagyjából brutto, belegondolsz, Eszter, hogy... Brutto. Ja. Csak pár is, te vagy olyan sok. Nem, de mondjuk egy-egy ilyen tehetségkutatót, ha nézünk, vagy ezeket a nyerőpároshoz hasonló műsorokat, ugye ott is a bennmaradásig adásonként fizetnek általában, hogy úgy vannak a szerződések, hogyha azokat veszem alapul, vagy nézem, akkor ez nem egy irreális összeg. Sőt, én nem tudom azokat se alapul nézni, és szerintem, hogyha tudsz viszonyítási számokat mondani, az nem... Figyelj, én azt mondom, hogy emberfüggő, mármint résztvevő függő, meg annak a menedzsmentjétől is függ, hogy azok mennyire cápák, erőszakosak, stb. De mondjuk azt mondanám, hogy egy-egy ilyen klasszikus értelembe vett műsornak az adásonkénti díjazása az ilyen 100 és 300 ezer forint között van. És hogyha megnézzük, hogy a Starbucksban a felkészülés mivel jár, ami tényleg durva. Tehát most én nem hiszek abban, hogy olyan dolgokról érdemes vitatkozni, amikén adottságok, mint például a televízió jelenléte, vagy a karácsony. Tehát, hogy van tévé, abban van RTL, és abban van egy Starbucks nevű műsor, 2 lehetőség van nézni és nem nézni, de az, hogy csak azért, mert mondjuk mi arról beszélünk, vagy mert ez létezik, hogy az legyen az egyetlen reakció, hogy minden rossz, és nem kell nézni, és egy izét. Tehát, ha már ott van, akkor én például belenézek, mert engem érdekel, és azt látom, hogy van, amit ebben a műsorban én tudok értékelni. Ez mondjuk nem a Csobot Adél, de vannak olyan részei, amiket igen. És például az a felkészülési energia, amit beletesznek ezek a résztvevők ebbe, és ez egy totális életmódváltással jár például, nem csak az étkezésedet tekintve, de a napod rendszerezését. Én tudom, hogy egy színész 10-től 2-ig próbál 6-tól 10-ig előadása van, és akkor ezek még 6-tól 9-ig még edzőterembe mennek, meg 11 és hajnali 1 között, meg nem tudom.
meg abszolút erre fókuszálnak és erre készülnek. Én szerintem ez a díjazás, ha már van ez a műsor, ők fel vannak kérve, kiteszik magukat ennek, kiállnak egy ringbe, akkor rendben van. Látok különbséget én is, akár bármilyen más műsorral összevetve, bár a bármilyen más műsornál is el lehet mondani, hogy ők táncolni tanulnak, ők énekelni tanulnak, tehát mindig el lehet mondani ezt, hogy valamilyen valamilyen felkészüléssel jár, még a nyerőpárosnál is elmondják, hogy jaj, hát micsoda lelki megterhelés, vagy... Na jó, az mondjuk ilyen szempontból kevésbé érdekel, hogy beköltöznek ott egy villába, de a táncos műsorról is elmondtam, hogy én azt is, tehát, hogy ott tényleg az van, ha, és mondom, azt kezeljük szerintem adottságként, hogy van ez a műsor. Ebbe a műsorba felkérnek embereket. Tehát most akkor megkérdőjelezhetnénk az összes celeb létezési jogát. Meg is szoktuk. Meg is szoktuk, igen. Vagy mindenkinek a bármiben való részvételét, de szerintem ne tegyük, hanem ha már ez van, akkor nézzük azt, hogy mit adott hozzá. És igen, egy társas tánccal foglalkozó műsorban ott neked fel kell készülnöd, és próbaterembe jársz, és botlábuként próbálsz meg például egy nőt elkapni, pörgetni, anélkül, hogy leejtenéd, és komoly baleset származna belőle. Szóval én is ezt így tudom nézni, és a Starbucks az nem egy sportesemény, tehát ez semmiképpen nem az, de olyan típusú cselekedet van benne, mögötte, ami akár sporteseményként is nézhető lenne, ha az lenne, de nem az. Ez egy show műsor. De ahhoz képest viszont bele van téve a legtöbb a résztvevők részéről, amit beletehetnek úgy, hogy ők nem sportolók, és ez egy show műsor. Hát meg nekem inkább a kockázatvállalás, mert azért van. Tehát nem tudhatod, persze, mikor kapsz be egy olyan pofont, ami, hogy a mentő jön érted, talán történt is ilyen. Hát a kabát. Igen, igen, igen. Kabát Péter. Azért szerintem vállal kockázatot, aki így hiába amatőrrel szemben felmegy a ringbe, lehetséges, hogy van az egyik lehagyta a másikat a felkészülés tekintetében. Tehát én látom ezt a kockázatvállalást legalább. Abszolút benne van. Valószínűleg ezt is megfizetik, bár saját döntésük ebben részt venni, de akkor azt viszont azokkal a feltételekkel kell játszani, vagy sportolni ezt a dolgot, ami valóban ennek a sportnak az adottságai közé tartozik. Az miért van, hogy a csajokon volt ilyen arcvédő, ilyen sisak? Az csak egyetlen egy emberem volt. Igen? Arcvédő. Ez az üveg, erre az üvegre gondolsz. Nem, maga a fejvédő. Ja, mert hogy ilyen üvegvédő, az csak a Dobos Evelyn nem volt, és abból volt is ügy, hogy neki miért van, miért nincs. Hát senki nem tiltotta meg, lehetett volna az összes többinek is. De a lányok fején nem volt a valamilyen? A lányok fején volt fejvédő, a fiúkén nem. Ez érdekes. Amúgy, igen. Hoztál nézettségi adatokat? Kezded, hogy nem. Hoppá. Eszter, gyorsan, a szerszámos ládádban nézd meg, hogy vannak-e nézettségi adatok. Nem hoztam, mert a múltkor beszéltük, és azért én azt gondolom, hogy ez azt tartja. A vizet meg kellett volna néznem, hogy a Ráci Jenő istenes, ugye az volt a nagy duranás a múltkor, hogy azt majd akkor majd mindjárt az Eszter megmondja. Meg szerintem ennek a szuperdöntőnek valószínűleg nagyobb nézettsége volt, mint a Starbannak, ami szintén a héten ért véget. Na megvan? Az a baj, hogy... 48. hét. 48. hét, nincs igen. Még. Uh-huh. Ennél előrébb nem vagyunk, ott a 6. volt. Aha. És a Starban Star leszek, az előzte az 3. volt. Aha. Hát most majd megnézzük, hogy ez, mert pont a Sebestyén Balást hallottam nyilatkozni erről, hogy ő azt mondta, hogy ez a Starbucks, ez így egy ilyen esemény lett. És ezt én is észleltem, hogy például mindenki ott van ebben a stúdióban, vagy ebben a mi ez, Ritz Leventel. Hát mert most van az a fázis, hogy a következőre megpróbálják magukat benyomni. Egy ilyen társadalmi esemény lett, és mondta, hogy így megjelentek a bundák, a kabátok, a cipők, a táskák, és hogy mindenki ott így vonul, és hogy ezt is észleltem, hogy valóban. És ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ez a típusú komolyan vétel, amit lát a ringben lévőkön, tehát hogy ők tényleg odaállnak, hogy ők most nagyon ütik egymást, hogy ez el lehet volt választani a műsort, meg magukat a meccseket, tehát hogyha jól értelmeztem, hát akkor... muszáj lesz, mert az borzalmas volt. De pont ez a lényeg, ami bennem kérdés, hogy látsz, nem tudom, pont ebben az esetben talán 10 percnyi küzdelmet, de végig seggelsz 2 órát, és hallgatod az ostoba interjúkat, a nyafogást, a celebhisztit, és az a kérdésem, hogy megéri-e végignézni azt a 10 percet, ami megint csak el lett mondva, hogy nem egy sport esemény, nem egy sport értéke van annak a harcnak, amit látunk. Szerintem érdekes. Tehát az a 10 perc, még lehet, hogy annyi sincs, de igen, az
szerintem az érdekes. Egy dolog van, ami még ebben a műsorban szerintem rendben van, és nem a mérkőzéshez tartozik. Azok, de most nem feltétlen kivitelezési szempontból, hanem ha valami, akarom egy kicsit a televíziónak a felelősségvállalását, vagy egyáltalán azt az értékteremtő funkcióját keresni, akkor egy ilyen műsor kapcsán, ami ebben az értékteremtő vagy példamutató lehet, az a felkészülő videók, amiket bemutatnak. Tehát a műsor nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a felkészülést nem, mutat. Nem, a műsor csobotadéra helyezett nagy Na hangsúlyt. Ez a kérdésem, hogy illetve lehet, arra, hogy kínos pillanatokban megszólalni képtelen emberekkel, próbálj meg oda nem illő anyagokat vagy interjúkat fölvenni. Na ez a problémám, hogy értem azt, hogy ott van egy hatalmas energiák megmozgatva, hogy felkészüljenek ezekre a meccsekre, és gondolom, vagy mondtad, hogy csinálnak ebből ilyen válogatás videókat, összevágják, hogy mutatják, hogy felkészülnek, de maga a műsor szerintem nem erről szól. Ja, nem. Maga a műsor az a celeb villogás, illetve a celeb harcok olyan tekintetben, nem csak fizikailag a ringbe, hanem a szócsatáknak a helyszíne, tere. Ez annyira szócsaták, sőt, nekem ez annyira megrendezett, annyira mű. Amúgy most nem is volt ebben a döntőben már ilyesmit, tehát hogy ez az arcoskodás, ez a műarcoskodás, ezt látszott, hogy ebben már is akarnak részt venni, tehát ez most nem is volt. Felkészülő videók alatt amúgy azt értem, amiket egész végig, tehát minden adásban lehetett látni, amiket ugye értelemszerűen lényegesen korábban forgatnak le, mint ahogyan ezek a mérkőzések vannak, tehát nem abban az állapotban vannak ezek a szereplők, mint amikor 5 perccel ringbe menettel előtt Adél Belibben, hát ilyen furcsa ruhákban, hogy és mit érzel, mit éreznél, érted, na mindegy, hanem ezeket ugye korábban, és ezekben mondják el tulajdonképpen azokat a dolgokat, amik oda vezetnek, hogy ő a ringbe tudjon menni. Tehát hogyha azt keresem, hogy mi lehet a box értelme, vagy mivel jár ez, vagy több ez annál, mint hogy agyonversz egy embert, vagy van-e ebbe olyasmi, amire nem gondolnánk, akkor az ezekből a kisfilmekből derül ki, vagy az, hogy az adott ember hogyan állt ehhez hozzá, tehát ha meg kell keresnem azt a funkciót, amivel ahol olyan tartalom van, ami példával járhat elől embereknek, azok inkább ezek a kisfilmek, ebben van ilyen tartalom, és ha valami kedvet csinálhat, az pont ez. Ebből derül ki, hogy Brass Bence mit csinált, hogy készült, mivel jár ez. Ebből derül ki az, hogy a számomra teljesen érdektelen box, amúgy mitől érdekes, hogy az nem is csak annyi, hogy így ütögetsz, hanem hogy taktikázol. Szóval, na, erre gondolok, hogy... Tehát azt mondod, hogy van hozzáadott érték. De még mindig csak 20 percen járunk, és ez egy 3 órás műsor, tehát igen. Ez egy... Na ez az érdekes nekem, hogy vajon a nézők többségének sikerül erre ráfókuszálni, vagy kibogarászni ezt a fajta értéket, amit te itt most megemlítettél a 3 óra, 20 perc lehet, viszonylatában. Lehet, hogy ez tudat van. Tehát figyelj, engem is érdekel ez a sport, vagy én is, hogyha azon gondolkozom, hogy mit csinálnék, ha nem lennék ugye kripli, akkor ez például tökre van olyasmi, de azért gondolkozom ezen, mert én is nagyon szeretném, ha nem nekem kéne rendszert vinni az életembe, hanem ugye ez megtörténne egy magától, vagy valami rendszert hozna bele, tehát egy csomó olyat ki tud elégíteni, tök jó lenne nem zabálni egész nap bármit, ami velem szembe jön, hanem normálisan enni. Tehát csomó olyan dolog, ami, és akkor például látok egy ilyet, hogy nézd, mert ez itt így megvan, de nekem kéne ezt csinálni, és persze nem csinálom, de elgondolkodtam rajta, hogy ez amúgy milyen klassz, meg hogy van ebben érdekesség, vagy olyan része, ami engem sport szempontjából tudna érdekelni, vagy esetleg akár még lehet, hogy jó is lennék abban a kicsi szeletében. Meg az látszik, hogy őket ez nagyon nagy örömmel tölti el, hogy ott állhatnak. Tehát én elhiszem nekik, hogy ez egy óriási öröm ott a ringben, akár győztesként is kijönni. Ez látszik rajtuk. Hát leginkább gondolom győztesként kijönni. Szerintem ők komolyan gondolják azt, hogy a részvétel is, mert tényleg sok energiát fektettek ebbe. Biztos, én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki így üssön például, és látom ezeket a lányokat, ahogy ezt megtanulták, megszokták, de nekem például ez tök érdekes, hogy még akkor is, ha van rajtuk ilyen felvédő, ami igen, csak a lányokon van, a fiúk ott félmeztelenül, mint ilyen, nem tudom, kentaurak. Bizonyára egyébként azért van, mert a férfiak nem kérték, hiszen nekik nincsen erre szükségük, de a lányokat hát védeni kell. Igen. És hát pont ez az, hogy erősek és nagyobbat ütnek a másiknak a fejére. Viszont ugye ők bírják is az ütést, nem úgy, mint a lányok.
Hát mondjuk ez abból a szempontból érdekes, hogy elég sok színész volt a fiúk között is. Viszont azt tegyük hozzá, hogy egyik sem társulati tag. Tehát, de a Bence, bocsánat, mert a Víg Színház társulatának a tagja. Mert az érdekes, tehát én nem tudom, hogy én igazgató lennék, engedném-e a társulati tagot fejvédő nélkül, mert ugye esetleg akadályozhat egy olyan sérülés mondjuk szerepet, de nem tudom, ez most csak úgy eszembe jutott, de őt tök jó volt, gratulált neki, a agrárminiszter gratulált neki. Igen. Moson Magyaróvár nevében. Hát ő mondjuk tök jó volt, tehát ezt jó volt nézni. De hát a Molnár Áron is nagyon jó volt, Árpa Attila gurult ki a ring kötelei közül. Rácélő 20 másodpercen belül volt kétszer a földön. Ez ilyen érdekes. Hogy állunk most az NMHH-nál? Te figyelj, ez igen, hogy ezt úgy néztem, hogy amikor a Nagy Ervint kiütötték, akkor ünnepelt a Fidesz, amikor a Kabát Petit, akkor megjön a médiahatóság. Hogy ez hogy van? Mert hogy most a Kabát Péteres mérkőzés miatt van médiahatóság. Jó, hogy ide is. Ez nekem úgy, hogy ide is. Hogy megérkeztél. Igen, mert itt említettétek Nagy Ervinnél nekem. Nem volt ebből probléma, pedig jó, akkor igen, mert én azt hittem, hogy az a médiahatóságnak a problémája, hogy egyáltalán főműsor időben celebek püfölik egymást. Nem ebből... a celebek. Tehát az szerintem nekik nem gond. Akkor emberek püfölik egymást. Igen, erőszakos. Na, igen, én eddig ebben a hitben voltam, és most egy picit más megvilágításban került, ahogy... Csak ahogy úgy eszembe jutott, hogy ott nem volt ebből gond, de... Jó, hogy külön adásokra fordultak rá, nem pedig a teljes műsorra. Figyelj, a Kabát Péternél indult el ez a dolog, de hát őt ugye Szijjártó Péter is felhívta, hogy van. De jól van, az a lényeg. De nagyon remélem, tényleg. A Pennsylvániai Egyetem elnöke lemondott, miután antiszemitizmus vádjával lemondatták posztjáról. Az egyetem elnökével együtt az egyetem kuratóriumának elnöke is távozik. Hát annyi történt, hogy egy meghallgatáson egy kérdésre, miszerint a kérdés így szólt, hogy a zsidó népírtásra való felszólítás sérti-e az iskolai szabályzatot, az elnök azt a választ adta, hogy attól függ. Illetve egyébként, csak mert hogy ennek előzménye is volt. Igen, ez panaszkodtak rá egyrészt öreg diákok, másrészt pedig aktuális hallgatók is arra, hogy zsidó származású diákok vegzálása ellen semmit nem tett. Tehát, hogy ez ugye a meghallgatásig el kellett jutni, és a meghallgatáson hangzott el ez a érdekes mondat. Nem tudom, hogy mitől függhet. Tehát, hogy én ezen így gondolkoztam, hogy melyik az a körülmény, ami egy népírtásra való felszólítás, tehát hogy ami szerintem azért tényleg túlmegy minden határon, tud validálni. És most tényleg nem jutott eszembe semmi, pedig úgy általában... Én olyat tudok elképzelni, nem vagyok tisztában a szándékaival ennek a volt elnöknek, viszont olyat tudok elképzelni, hogy magáról a... zsidó népírtásra történő felszólításról egyáltalán beszélni, arról tanítani. Mert azért időről időre előfordul az is, hogy... Ez egy nagyon vékony jég. Illetve de, nem, hogyha, tehát, ha mondjuk... Ő állást foglal. De nem, te pont, hogy nem állásfoglalásról beszélek. Ha állást foglalsz ebben a kérdéskörben, akkor szerintem sem attól függ. De hogyha nem állásfoglalásról beszélsz, hanem mondjuk a történelemről, a tanulmányokról, hogy ezt el lehet-e mondani, hogyan lehet elmondani, szerintem ez is egy jó kérdés, hogy alapvetően tanítani, hogyan lehet ezt a korszakot, Csak akkor kell tanítani, amikor benne vagyunk. Például most ez nem egy olyan vékony ég és éles helyzet, amikor és én nagyon nem szeretem a legyen békézést és tűzszünetezést, tehát, hogy ettől is a falra mászom, de hogy esetleg érdemes bizonyos pozícióban lévő bizonyos embereknek inkább csöndbe maradni akkor, hogyha egy olyan helyzetről beszélünk, ami most elképesztően osztja meg az embereket, és valóban egy picit másodlagossá vált az, hogy emberek halnak meg, és ki népírt, és ki nem, mert van két fél, és van két ideológia ebben a történetben, és igen, nekem is van egy meggyőződésem erre vonatkozóan, és én sem vagyok megingatható ebben a történetben, ahogyan nagyon sokan meg egy másikban nem. Tehát itt egy egyetemi vezetőnek a szerepe, az szerintem hatványozottan
kiélezett, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt tanítani kell már most. Beszélgetni érdemes róla. Hogyha visszamenőleg, mondjuk a második világháborúnak az idejére gondolsz, tehát akkor is ugyanezeket a szavakat használod, ugyanerről beszélek, világos, hogy már. Az nem az apt, már. Na de közben, amikor még nem tudod, hogy mi van. Tehát most érted, most azt látod, hogy túszok beszámolnak arról, hogy a csak a kérdés gázai... nem így lett feltéve, hogyha igen, jól értem. Ez... A kérdés nem így lett feltéve, hogy a jelenlegi Izrael és környékén folyó, a gázai jövezetben folyó háborús helyzettel kapcsolatban, illetve ugye ennek a kirobbanását megelőző eseményekkel kapcsolatban. Hanem ugye unblock zsidó népírtás. Igen, igen. Szerintem nagyon fontos, hogy hogy lett feltéve a kérdés, mert nagyon jó szándékú az a feltételezés, amit te behoztál szempontként, Bianca, és teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy az egyetem falain belül, bármennyire is szeretünk most a nyugati egyetemezni, igenis van helye annak, hogy professzorok tanítási órákat szenteljenek arra, hogy diákok meg tudják normális keretek között vitatni azt, hogy mi zajlik ma a világban, elmondani a saját véleményüket, akár ezeket ütköztetni egymással, mert én azt gondolom, hogy az egyetem az utolsó olyan szintér, ahol az életünkben tudunk úgy vitákat lefolytatni, hogy egyrészt muszáj meghallgatnunk ténylegesen a másik oldalt is, és általában egy ilyen befogadó közegben vagyunk. Ha olyan a tanár, nekem nagyon sok ilyen szerencsés esetem volt, még politikatudomány szakon is. Viszont egy pillanat is visszaadom. Csak hogy amikor azt fogalmaztad meg, hogy ez az attól függ, ez jelentheti ezt is, azért nem gondolom, hogy ezt jelentheti, mert itt ugye arra irányult a kérdés, hogy sérti az iskolai szabályzatot. Tehát nem arra, hogy erről lehet-e beszélni, vagy hogyan lehet beszélni, hanem hogy ez sérti az iskolai szabályzatot. És persze erre lehet az attól függ a válasz, hogy nem olvastam végig, vagy hogyha így értelmezem, akkor ilyen, hogy úgy értelmezem olyan, mint ugye a Bibliát is, nem tudom, ki tudom nyitni úgy, hogy megjára küldenék mindenkit, aki nekem nem tetszik, aztán lehet benne amúgy a béke és a szeretet is, attól függ. De igen, de nekem bejön az a gondolat, amit mondtál, csak nem gondolom, ez csak hogy erre vonatkozott. Egy ötlet, ami szerintem nagyon fontos, hogy a kérdéseket úgy tegyük fel, hogy alapvetően ne az legyen a motivációnk, hogy rád süssem az antiszemita bélyeget, nem ez a fontos, hanem az, hogy konkrétan az üggyel kapcsolatban hogyan vélekedik valaki. És ebből a kérdésből nekem nem biztos, hogy azt sikerült levonnom, hogy itt a konkrét ügyben történteket próbálják meg felderíteni, hanem a válaszodnak megfelelően te antiszemita leszel, vagy nem. És ezekkel az ilyen jellegű irányított kérdésekkel, amennyiben ilyen történik, nekem van problémám. Ugye az volt az alapvető gond, hogy nem tett semmit a zsidó származású diákok vegzálása ellen. Nekem az egy fontos kérdésem, hogy milyen környezetről... Nekem az, hogy miért kell zsidó származású... Tehát, hogy a diákot vegzálnak, azért köteles vagy valamilyen... Uh-huh. Tehát, hogy valamilyen etikai kódexel bír az intézmény, majdnem minden intézmény, ahhoz tartozik valamilyen típusú eljárási rend. Tehát én itt még ki is szedném a zsidó származást, mert ez is olyan furcsa, érted, hogy így leszámolod, hogy ki az, ki nem, mi a vallása. Vegzálnak valakit mondjuk vallása miatt, vagy hovatartozása miatt, akkor az... Azért ez más, mert gyűlöletbűncselekménynek vagy gyűlöletbeszédnek számíthat, ugye? Hogyha erősebb, vagy, na, igen, erősebb. Kisebb, erősebb, persze, de hogy itt azért, na ez egy visszás történet, tehát amikor azt mondják, hogy többféle probléma volt már ezzel a tanárral, vagy vezetővel, akkor azért igen, ha csak azt az egyet nézem, akkor ezt bizonyára tudjuk árnyalni, de itt elég sok korábbi felvetésről szó. Világos, hogy nem véletlen került a meghallgatás az asztalra. Csak... Miközben, bocsáss meg, miközben oktató továbbra is maradhat, tehát ez ugye benne van ebben a cikkben, ami nálam felveti azt, hogy valószínűleg a tanóráin nem feltétlenül volt ilyen jellegű probléma, és valószínűleg ő egy jó tanár, de vezetőnek ilyen szempontból alkalmatlan, főleg, hogyha a saját ideológiáját viszi be, és erőlteti azt esetleg rá mindenkire. Larajon Zoyész rutinszerű nőgyógyászati vizsgálatra ment 35 éves korában, ahol az orvos megkérdezte tőle, hogy nincs gyereke. Erre ő azt válaszolta, hogy nem szeretne, és innentől az ő szemszögéből fogjuk hallani a történteket.
Erre az orvos döbbenten kérdezett vissza, hogy nem akarok. Majd azt mondta, hogy a nő kötelessége szülni, arra való a teste. Én azért járok nőgyógyászhoz, hogy megtudjam, minden rendben van-e, nem pedig azért, hogy kioktassanak arról, hogy egy nő mire született. Ebbe szerintem egyébként sincs az orvosnak beleszólása, ez egy, maximum két emberre tartozik, mesélte ő. Ez egy az sok történet közül, melyeket a 444 cikke dolgozott fel. Meddig mehetnek el a nőgyógyászok, milyen kérdést illik, miért nem feltenni, hol vannak a határok, és ha azt érezzük, átlépik őket, akkor vajon miért teszik, és mit tehetünk mi? Erről fogunk most beszélgetni. Hiszen mi másról beszélgetnénk, csak mert ezt még egyszer sem említettük meg, ha itt ülünk hárman lányok, ami még soha nem csak fordult a nőgyógyászat el. Egyértelműen nőgyógyászat. Nem is értem, téma. Hogy miért szülés. Beszéltünk bármi másról. Ma. Én be akartam voltak hozni az férfiak. Összes elnyomó kapcsolatot és eddig hibáztatott nőt be akartam hozni témának, ma, de én ennek is örülök, hogy a nőgyógyászat akkor napirendre kerül, amíg nincsenek itt a fiúk. Igen. Hát le lehet ezt szűkíteni erre, igen. De szerintem sokkal többet elárul magáról az orvos-páciens kapcsolatról. Az egy másik kérdés, hogy én úgy gondolom, meg szerintem ez sok nő osztja ezt a véleményt, de most elmondhatjátok, most nincs senki, aki beleszólna ebbe, hogy ez vajon így van, vagy nincsen. Hogy azért a nőknek ez egy különösen kiszolgáltatott helyzetnek tűnik, értelemszerűen, hogyha... Ez nem... az, de van, figyelj, ezt mondjuk ki. Tehát, hogy ez, a férfiaknál is megvan ugyanez a típusú vizsgálat, ezek pokoli kiszolgáltatott helyzetek, nagyon érzékeny ügyek, nagyon és sokan nem az, tudják ezt megugrani. És igen. Pláne az, hogy maga a vizsgálat, hogy hogyan zajlik, ez egy picit intimebb, mint bármilyen más picit. Vizsgálat a nő. Egészen kicsit. Viszont olyan tekintetben is terhelt a téma, hogy itt nem csak az egészségedről van szó, nem csak az életviteledről van szó, azt sem tartom normálisnak, hogyha mondjuk egy orvos azzal kezd el vegzálni, hogy túlsúlyos vagy, túlsovány vagy, nem tudom, sápat vagy, jó, mondjuk az lehet, hogy... Tehát ennek... Sárga, tehát az akkor már tényleg gond. De akkor ott a helyed a kórházba. Igen. De hát reméljük, hogy ilyen nem történik, hogy valakit... Nem a házi orvosnál, igen, mert az... De értelek, igen, tehát hogy semmilyen körülmények között nincs rendben az, amikor elszámoltatásban vagy, egy alapból olyan helyzetben, ahol van egy ilyen alá-fölé rendeltség, tudásban is mindenhogyan, tehát hogy szellemileg is kiszolgáltatott vagy nagyon sokszor, tehát nem feltétlenül állsz azért levitatkozni mondjuk a webbetegen olvasott diagnózisod alapján az orvossal, elhiszed, amit mond, mert el akarod hinni, vagy el kell hinned, vagy pont, hogy mondjuk nem akarod elhinni, de akkor is egy nagyon nehéz helyzetben vagy. Tehát szerintem extrán minden szempontból kiszolgáltatott helyzet, és akkor ha azt nézzük, hogy mit vizsgál és hogyan, és milyen helyzetben, akkor a különböző, igen, tehát a nőgyógyászati vizsgálat az egy ilyen hatványozott ügy, ahol még a te biológiai funkcióid olyan szempontból is felmerülnek, mint például, hogy mire jöttél te létre, vagy mire van berendezkedve a te testen. És ugye az a fontos, hogy azt is vegyük figyelembe, hogy ha egy nő szül, az nem annyit jelent, hogy 9 hónapig hord egy gyereket a hasába, és utána megszüli, hanem azzal a... Megváltozik. Az egész élete, az addig betöltött szerepe, bármilyen a párkapcsolatában, a munkahelyében, a családjában, a teste, tehát annyira sok változás jár egy gyermekvállalással, hogy... Alapvetően nem gondolom, hogy egy orvosnak ilyen szinten bele kellene szólni. Az egy dolog, hogyha tanácsot ad, hogy nem tudom, kövess ilyen-olyan diétát, vagy mondjuk, ha cukorbeteg vagy, és közvetlen életveszély fenyeget, akkor igen. De az, hogy... De összetettebb ügy, mint egy kenyérvásárlás a boltban, az, igen, hogy a gyerekvállalásról beszélges, vagy a szülés. És számomra megdöbbentő, hogy ezt ugye több esetet is megírt a 444, ami nagyon hasonló hangvételű volt, hogy az orvos mindenféle gátlás nélkül azt mondta egy nőnek, hogy miért nem szült még gyereket, és hogyha nem szeretne, akkor miért nem szeretne, mert hogy ez a feladata. Tehát én ezt nagyon nehezen tudom befogadni, hogy teljesen mindegy, hogy egy orvos, de egy orvos különösen, hogy egy ember ilyen hozzáállással álljon egy másik embernek az életéhez, mert itt gyakorlatilag nem arról van szó, hogy a biológiai szükséglet az lenne, hogy ez így van, vagy nem, ezt nem tudom, nem vagyok nőgyógyász, hogy te szüljél egyet 35 éves korodig, mert akkor leszel egészséges. De az, hogy az életviteledben
ilyen szinten beleszóljon valaki, akár ilyen flagma tanácsadásba burkolva az egészet, ez nekem így nagyon-nagyon furcsa. Nem tudom, nekem ugye az a problémám ezzel, hogy nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amikor a nőgyógyász felhívhatja a figyelmedet arra, sőt fel kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy van valami probléma, nem biztos, hogy már olyan sok időd van, mint azt gondoltad, tehát érdemes lenne elgondolkodni a kérdésen, hogy egyáltalán szeretnél a gyereket. Csak miután te kimondod azt, hogy én egyébként nem szeretnék, mert itt ezekben az esetekben, amiket itt felsoroltak, szerintem ez volt a felháborító, hogy egy csomó olyan helyzetet vázoltak föl, amikor egy nő tényleg átgondoltan, tehát hogy van a fejében valami arról, hogy ő hogyan szeretné élni az életét, ettől függetlenül eljár a szűrővizsgálatokra, amikre egyébként tényleg mindenkinek el kell járnia, és ezeken a vizsgálatokon találkozik olyan helyzetekkel, hogy valaki azt mondja, hogy bocs, te hülye vagy, mert azt gondoltad, hogy az életedet így fogod élni, és én majd jobban tudom, hogy neked hogy kéne. Tehát én nekem, ugye ezért volt érdekes ez a cikk, mert ugye itt beszéltek arról is, hogy a másik szempont, és a másik szempontban tényleg játszanak ezek az esetek. Igen, biológiailag, csak én úgy gondolom, hogy az orvos részéről valamilyen felméréssel kellene, hogy kezdődjön, nem az, hogy az arcodba vágja, hogy egyébként, ha 35 éves korodig nem szülsz, akkor nem tudom, később nagyobb kockázata lesz. Nem mintha lenne olyan 30 fölötti nő, aki ezt még nem hallotta volna. Teljesen mindegy, hogy az orvosától, a médiából, vagy bárhonnan, hogy egyébként neked kellett volna már szülni, hogyha betöltötted a 35-öt. Vagy magyar vagy. Vagy a családodtól, leginkább karácsony este. Bárki részéről. Ugyan. De azt gondolom, hogyha egy orvos felméri a helyzetet, és megkérdezi, hogy szeretnél-e valaha kisbabát, és te azt mondod, hogy igen, és felhívja rá a figyelmet, mm-hmm. hogy nagyon finoman, nagyon óvatosan, akkor ennek helye van. De ahogy te is elmondtad, ez a helyzet azért nagyon-nagyon nem így nézett ki. Tehát nem az az alapvető probléma, hogy egy orvos tájékoztat, és elmondja, bár mondjuk ez is történhet úgy, talán a cikk is kitért rá, hogy ha kéretlenül valakinek, akinek meddőségi problémái vannak, párkapcsolati problémái vannak, nincs neki, neki is nagyon-nagyon tapintatlan dolog egy ilyet közölni, mm-hmm. hogy hát bele kéne húzni, mert ki fog futni az időből, és adott esetben nem tehet az a nő arról, hogy még nem szül gyereket, és lehet, hogy nagyon-nagyon szeretne. Van egy, tehát egy részt én szívesen felolvasnék ebből a 444-es cikkből, ami erre utal, tehát hogy úgy vélik az orvosok sokszor nincsenek is tudatában annak, hogy bántóan tettek fel egy kérdést, a nem megfelelő kommunikáció használata pedig olykor arra is visszavezethető, hogy egy kutatás szerint az állami szakrendelésben egy orvosnak mindössze 15 perce van egy betegre, onnantól kezdve, hogy belép az ajtón. Ez a duplája a magárendelésben, de ott is csak 30. Semmilyen szempontból nem szeretném védeni az ilyen típusú kommunikációt, olyan értelemben, hogy ez hasznos, vagy szükséges, vagy hozzájárul a biztonságos környezet megteremtéséhez. Ahogyan nem összehasonlítható az emberi élet megmentésével, gyógyításával kapcsolatban az ügyvédeknek a munkája, de hogy ott egy nagyon hasonló dolog azért megfigyelhető, tehát amikor te nagyon súlyos, nagyon kritikus ügyekben, adott esetben az életed múlik rajta, fordulsz ügyvédhez, egy olyan típusú kommunikációval találkozol, amit aki nincs ügyvédekhez szokva, és ahhoz, hogy ők hogyan beszélnek, figyelj, 6 méter mélyre omlasz össze. És nekem ez jutott eszembe erről az egészről, és mondom, nem védeni szeretném azt, amikor kioktatnak egy nőt a nőgyógyászati rendelőben egy kiszolgáltatott helyzetben, ahol tényleg a biztonságos környezet megteremtése lenne a cél. De azt is el tudom képzelni, hogy egy olyan mondat mögött, hogy magának ez a kötelessége, vagy nem is tudom már, hogy volt az eredeti mondat, ott azért az van, hogy vagy erre van kitalálva, vagy nem tudom. Arra van a test. A nő arra kötelessége szülni. Arra van a test. Jó, akkor elmondom, hogy ez hogy is hangozhat. Tehát, hogy az egy tény, hogy a női test az ennek a funkciónak a betöltés. De az már nem tény, hogy kötelesség. Így van, ezt akartam mondani, hogy ebben szeretnék annyit árnyalni, hogy ha itt valóban arról van szó, amit el tudok képzelni, hogy kommunikációs szempontból, tehát, hogy az orvosok nem kommunikációs szempontból vannak felkészítve, ami amúgy problémás, mert legyenek, meg tök jó lenne, hogyha a mentálhigiéné, vagy ezek a típusú szempontok is közre tudnának játszani, de meg tudom annyiból védeni ezt,
hogy a biológiai, tehát igen, a biológiai paraméterek figyelembevételén túl tök jó lenne a mentális és szociális paraméterek figyelembevétele, és megtenni mindent annak érdekében, hogy ez így legyen, de azt vegyük észre, hogyha mondjuk ő nem azért csinálta ezt adott esetben, mert ártani akart, vagy mert ki akart oktatni, tehát nincs mögötte az a szándék, amit mi érzékelünk, hanem az van mögötte, ami egy tény, hogy a női test erre van kitalálva, ez nem jelenti azt, hogy ezt kell vele csinálni, de igenis van méh, meg vannak petefészkek, meg van ez az egész folyamat, amire a férfiak nem képesek, és ezt csak mi tudjuk. Tehát, hogy igen. Hogy mondhatsz ilyet? Mert most nincs itt az Andrásos, bármit mondhatok. És vannak mellek, és mit tudom én, tehát, hogy ezt próbálnám egy picit így is nézni ezekben az esetekben, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem értek egyet azzal, hogyha így beszélnek, és bizonyára olyan is van, aki mögött nem kommunikációs hiba van, hanem szándékosság, csak azt se tartom előremutatónak, hogyha azt mondjuk, hogy ilyenek az orvosok. Én az egész eddigi életem alatt nem találkoztam soha életemben olyan típusú megjegyzéssel, ami engem zavart volna, ami nálam határt lép át. Tovább megyek, egész életemben soha senki nem kérdezte még meg tőlem, hogy van-e gyerekem, miért nincs, lesz-e. Tehát bizonyára vannak, akiket igen, bizonyára vannak orvosok, akik így beszélnek, csak nem akarok ebből egy általános olyan tendenciát levonni, ahol minden egyes orvost a rossz szándék vezérel, miközben 15 perce van egy betegre. Nyilván, tehát a 15 perc az szerintem nagyon fontos, mert egy rendszer szintű problémáról is beszélünk, és én is hajlandó lennék sokszor mentegetni azokat az orvosokat, akik ilyeneket vagy még durvábbakat mondanak a páciensüknek. Most tegyük félre a nőgyógyászatot. Engem ez tökre meglepett, hogy mondtad, hogy téged még sose szúrt le orvos. Neked, hát figyelj, pedig, és ezt most nagyon őszintén mondom, hogyha valaki ilyen megérdemelném. Tehát engem nagyon sok mindenért lehetne leszúrni. Nem tették még. Én meg olyan emberrel nem találkoztam eddig, aki ezt elmondhatta volna magáról. A legapróbb dolog miatt. Miért ide jöttél? Miért most jöttél? Miért nem két nappal előbb jöttél? Miért nem két nappal később jöttél? Komolyan. Te tök rendszeres. Mi beszélgettünk hosszan a kocsiban a Biancával idefelé, és mondtam neki, hogy én elgondolkodtam ennek a cikknek a kapcsán a saját nőgyógyászom viselkedéséről, ami, hát, hogy mondjam, mi erre a jó szó? Tehát, na most nekem nagyon magasan van az inger küszöböm, de nekem így a jó, tehát hogy nekem ez önazonos, de vannak ebben a cikkben olyan mondatok, amiket én többször hallottam az én nőgyógyászomtól, hogy mondja nekem, semmiféle fajta leszúrás nincs benne, tényszerűen jegyzi meg, hogy minek mi az eredménye, vagy mit lenne érdemes csinálni, nem tudom, most nem akarok ezeknek a részletébe belemenni, de hogy én ezt nemhogy egy másodpercig nem veszem magamra, de egyrészt de mondom, én ilyen vagyok. Ne, tehát, hogy tudom, hogy nem az van mögötte, nem rossz szándék, nem ártó szándék, hogy ilyen típusú fickó, és pont mondtam a Biancának, hogy egyszer megnéztem a értékelését a neten ennek a dokinak, mert ő egy bizonyos dologgal kapcsolatban kvázi specialistának számít, tehát én tökre örülök, hogy véletlenül pont ő az orvosom, és hogy annyira leképezik a vélemények azt, amilyen ő, tehát a fele az egész életét köszöni neki, és csodálatos, és nem tudom, én is két embert is küldtem már hozzá, akiket a mai napig hallgatom, hogy annyira köszönik. Másik fele meg az, hogy soha ne menjetek hozzá, az életemet tette tönkre, nem tudom. És igen, elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy egy érzékenyebb típusú. A személyes határaid is nagyon fontosak, illetve azt igen. is említetted. De akkor látod, hogy akkor felmérted. Tehát én azt is álltam kézen, hogy nem beszél így mindenkivel, velem lehet. Sőt, nekem még segít is. Tehát igen, röhögcsöljünk már egy kicsit, ha ott vagyok ebbe a szituba, és szídje nekem a férfiakat, és nem tudom, én ezt bírom. De például van olyan, amin mi szoktunk veszekedni, vagy vitatkozni igazából. Tehát szerintem semmi köze a nőgyógyászati szakrendelésnek ahhoz, hogy nekem van egy anyajegy a karomon. Ezt mondom a Biancának, hogy ezt szívesen elmondom, és ő engem azzal vegzál, hogy az miért van ott. És ez szedesre vár le, és ez borzasztó. És érted, engem egyetlen nem zavar, mindig elmondom neki, hogy lenne erre fölös 30 rongyom, ez biztos, hogy nem arra költöni, hogy tökéletesen indiferens dologra, hát ezt oda lett rakva, és születésem óta ott van, hagyjon már békén, foglalkozzon azzal, ami az ő területe, ne a karomon lévő anyajegye. Na, ezen például elgondolkodtam, hogy most ért velem csinálhatja ezt, tehát látja, hogy csinálhatja, de ha ezt esetleg valaki olyannal, aki azért ment oda, hogy ő el legyen fogadva úgy, ahogy van, és esetleg ne kelljen azt hallgatni, hogy rajta mi nem stimmel, akkor annak lehet, hogy árt. Na jó, csak ezzel, tehát nekem, na,
vélemények kapcsán, amiket mondtál az orvosról, én azt gondolom, hogy nyilván ő egy megosztó ember, és amit mondtál, az azt jelenti, hogy ő nagyon sokszor túllépett határokat. Csak azért szeretném így ezt még egy picit boncolgatni, mert egy tehát, hogy, egyéni ugye, határokat tesztelt, nem igen, nincs olyan, hogy túllépsz határokat, tehát hogy egyéni határokat, mindenkinek ezek máshol jó, vannak. Csak egy kicsit úgy is érzem, hogy igen, mindenkinek máshol vannak, de az, amit mondasz, az vezet egy picit oda is, hogy vannak olyan nők, akik túlérzékenyek, miközben egyébként az orvosok csak tök normálisak, vagy jó szándékkal mondanak ilyet, és abban tök egyetértek, hogy ne ítéljünk el minden egyes orvost, mert én nekem egyébként csak jó tapasztalat. Nem. Jó, ez nem igaz. Amikor elvettem az államiba, akkor nem, akkor voltak feltétlenül jó tapasztalataim, de úgy általánosságban inkább jó tapasztalataim vannak a nőgyászokkal, mint rosszak. De azért rendszer szinten van probléma csak a szűrővizsgálatok tekintetében is, nem tudsz időpontot foglalni, amikor időpontot foglalsz, akkor... Állj, a rendszer problémáit szerintem az, hogy például a szülés hogy zajlik, hogy... Na, de hogy ezt akartam ide venni, hogy, ide, de tehát, hogy szerintem itt minden mindennel, de szerintem összefügg. Tehát részben összefügg, viszont el lehetne választani azt, hogyha mondjuk az orvosoknak az oktatása úgy néz neki, hogy jó, rendben, 15-20 percet van, akkor annyi idő alatt próbálják meg megoldani, és világos, hogy nem lehet a világot megváltani, de például az, hogy világos, hogy minden embernek máshol vannak a határai, de szerintem valamilyen tekintetben lehet egy átlagot vonni, és még így is lesz valaki, akit megsértenek, megsértődik, de hogyha csak redukálni próbáljuk ezeknek a lehetőségeknek a számát, szerintem már azzal nagyon sokat értünk el. Illetve még egy nagyon fontos dolgot mondtál te, Orsi, az orvosoddal kapcsolatban, már pedig a szakmai hozzáállásáról, tapasztalatáról, tudásával kapcsolatban. Sajnos nekem az fontosabb, mint hogy tázgatunk-e vagy sem. De ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez már csak az, hogy ezt kimondod, már azt sugallod, és valószínűleg így van, hogy egy nagyon erős bizalom van köztetek. Pokolian bízom benne, nem érdekel. Tudom, hogy amit mond, innentől kezdve a mögött, akármilyen stílusban mondja, nem az van. Még ha úgy is hangzik, tehát én tényleg elgondolkoztam ezen, hogy tulajdonképpen ő engem cseszeget. De nem, ha én nem élem meg annak, akkor nem. Soha nem hallottam olyat a szájából, hogy én mit csinálok rosszul, meg mit nem, meg sőt. De igen, vannak de olyan megjegyzés. Az anyajegyemet izéli, hogy ezt miért nem szedem le, igen. De ezen is így elröhögünk, mert hát mondom, én erre azt mondom, hogy nem is az ő területe, tehát hogy a saját területével kapcsolatban én semmi olyat nem hallgattam tőle, és ha hallgattam is volna, pont nem érdekel, mert 100%-ig bízom abban a szaktudásban, ami neki van, és ezt milliószor bizonyította is. Igen, csak beesel egy nem magárendelésre, egy nem saját orvoshoz, ezért mondom, hogy nekem amúgy általában jó tapasztalataim vannak, de egy-kettő olyan eset volt, amikor tényleg sürgősen el kellett menni az esztékába, és ott beestem egy orvoshoz, ennyire durvák nincsenek, de például egyébként tök észrevettem azt, hogy hülyének néznek, egészen addig, amíg mondjuk el nem mondom, hogy kérdezek egy gyógyszerrel kapcsolatban, és el nem mondom, hogy amúgy statisztikával foglalkozom, tehát hogy így lehet úgy beszélni velem, mint egy értelmes emberre, onnantól tök más a hangvétel. Más az, amikor neked van egy bizalmi kapcsolatod, akkor elhangozhatnak ilyen mondatok, mert te tudod értelmezni. Úgy kezdtük, tehát az első alkalommal is ez volt, nem úgy kezdtük, hogy mi együtt őriztük a libát. És egyébként nem mentem volna hozzá-vissza, hogyha csak Orsi, hogyha olyan aki mondjuk egyel vagy kettővel érzékenyebb, mint te, akkor ez egy nagyon nagy gátat szab, ez a fajta kommunikáció annak, hogy ez a bizalom kialakulhasson, akkor is, hogyha ő egy remek szakember. Csak itt mind magánrendelésben zajló eseteket olvasunk, ezt el is mondják, tehát hogy ez le van írva a cikkben konkrétan, hogy azok a megszólalók, akikről szó van, az interjú alanyaink része éppen magánellátásban kapott megjegyzéseket. Tehát, hogy ott azért neked van egyrészt egy választási... Egyáltalán nem garancia, hogy ott nem fog ilyen érni. Ja, abszolút. Ezt, hát ugyanazon az emberek tudnak lenni magánban, mint akik bent vannak a... Hogyne, ezt most csak arra mondom, hogy például neked volt olyan megjegyzés, hogy az államiba tapasztaltál. Én az államiba se tapasztaltam soha, pedig nagyon sok szakrendelésre én államiba járok, sőt, nagyjából mindenre szerintem a nőgyógyászatot leszámítva. És oda se azért, nem azért,
hanem mert ennek specialistája magánban van általában, de hogy azt szerintem nem, tehát hogy sokkal inkább megvan a lehetőséged arra, hogy a magánba válasz, hogy visszamész, nem mész, kifizeted, milyen áron keresel, hova mész, stb. Ez az államiban nincs meg, ez a választási lehetőség. Múlt héten említettem egy podcastet az egyik adásunkban, aztán még a szünetben is áradoztam, és akkor arra gondoltunk, hogy erre a csajos napra pont jó téma lesz a szülés mellé. Steigerwald Krisztián generációkutatóval beszélgetett Friderikusz Sándor a csatornáján, és én nagyon ritkán lelkesedem, úgy bármiért, de hogy podcastekért tényleg, viszont azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan beszélgetés, és egy olyan fickó van ebben a beszélgetésben, aki azontól, hogy elképesztően érdekes dolgokat mond, elképesztően jól is mondja ezeket, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt behoznám, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e azzal, amit mond, vagy sem. Illetve az, hogy számomra rengeteg felismeréssel szolgált ez a beszélgetés, kezdve a gyerekkori köszönéssel kapcsolatos mondjuk szokásaim megfejtésétől, akár az Z generációs munkavállalóim működéséig. Úgyhogy most azon túl, hogy én oda és vissza vagyok, engem tökre érdekel, hogy voltak-e nektek is hasonló felismeréseitek ennek a beszélgetésnek a kapcsán, vagy ezzel egyedül vagyok. Most anélkül, hogy elmondanánk mindent arról, amit mondott, meg hát úgyse tudjuk elmondani, meg nem is akarjuk, meg hát hallgassa meg mindenki, akit érdekel. Én megmondom őszintén, ez most rosszul fog hangzani, tehát nem volt rossz ez a podcast, de én amikor inkább olvastam róla a cikkeket, vagy ilyen egy-egy dolog volt így jobban kiemelve, azt jobban szerettem. Többet beszéltünk róla a családommal, tehát hogy így anyukámmal tudtunk azon nevetgélni, hogy mi miért nem értjük egymást, meg hogy ők azok a szerencsétlen generáció, akik mindenért szivatva vannak, mert fölülről is, meg alulról is, meg nem tudom, tehát hogy a korábbi nyilatkozatai ugye a könyve megjelenése kapcsán leíratok nekem egy picit jobban tetszettek, mint ez a podcast, de ez se volt olyan, amit nem ajánlanék, mert szerintem tényleg, hogyha így van ideje az embernek egy mosogatás közben, vagy nem tudom, akkor ez egy nagyon jó ilyen tudásanyagot tud összehozni. Hát meg mondjuk én szívesen bevallom, hogy egyáltalán nem olvasok könyveket generációkutatásról, meg cikkeket se, tehát hogy ez szembe jött, mert a Friderikusz csatornáján volt, és nekem te újszülöttnek minden csoda, tehát hogy én először hallgattam erről a témáról, ezért nekem mondjuk reveláció megfejteni azt, hogy miért hümmögök, vagy mert már nem, mert azért ezt erősen kinőttem, de hogy miért hümmögtem köszönés helyett gyerekként, mert ugye erre van egy megfejtés ebben a podcastben, amire aztán sokan mondhatják, hogy ez vagy így van, vagy nem. Én a saját életemre vonatkozóan meg tudom mondani, hogy ez ezért volt. És számomra például ez egy felismerés, de lehet, hogy ezen már túl vagyunk évek óta, aki Steigerwald Krisztián könyveket olvas reggeltől. Én nem az könyveit olvastam, tehát hogy cikkeket, interjúkat, ilyesmi. Szerintem sok megvilágító erejű gondolat volt ebben a beszélgetésben. El is mondta talán a végén, hogy ne azt figyeljék a hallgatók, hogy mi maradt ki, hanem hogy csak mi hangzott. Csak a kezemet figyeljék. Hogy mi hangzott el, mert... Ezt nézzék, amit mondok, hanem amit teszek. Jó, nem? Nagyon jól elvittétek ezt a izét. Sajnálom. Tehát kifejezetten arra próbált meg felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, sok irányba el lehet vinni ezt a beszélgetést, hogy egy csomó minden kimaradt, úgyhogy ha ennyire tetszett, lehet, hogy a könyvét is el kéne olvasni. Mindenki, igen. Lajosinak megvan a karácsonyi ajándéka. Ne fegyetek karácsonyi ajándékot, hogy megőrülök a karácsonytól. Lehet, hogy erre is találnál benne valamilyen generációs válasz. Neked dobtam föl ezt a labdát, igen. Lecsaptam. Szóval szerintem is több megvilágító erejű gondolat volt benne, olyanok, amiket mondjuk így a mindennapjainkban tapasztalunk, de nem feltétlenül tudjuk rá a magyarázatot. Hát akkor nem tudom, a köszönést azt szerintem mondd el mindenképp, mert igen, az egy csak ezen gondolkodtam, hogy nem akarom ugye lelőni, de hogy alapvetően ugye elég hosszan beszél a tegeződés, magázódás szokásainak különböző életkorokban való változásáról, illetve generációk közötti eltéréseiről, mármint, hogy mikor tegeződünk, mikor magázódunk, és hogy ennek hogyan van kapcsolódása és köze, nem feltétlenül közvetlenül, de átvitt módon a köszönéshez. Ami egy ilyen, tehát, hogy ő ugye magát X-es vagy X generációba sorolja,
tehát én nem vagyok vele egy generációba pont határon vagyunk, de hogy ugyanezt, tehát hogy ezt ő is megélte, hogy az van, hogy ugye az X-esek az első olyan generáció, akiknek a szülei már a tegeződést a családon belül bevezették. Miközben ezek a szülők még a saját szüleiket magázták. Erre még egyébként én is emlékszem, bár én sokfajta generációval éltem egy háztartásban, tehát olyan hatványozottan terhel gyerekkor ebből a szempontból, de hogy tényleg az ő szülei még magázták a nagyszüleit, ő viszont már tegezte a szüleit. Na most, amikor ő azt mondja példaként, hogy amikor ő elment a kis barátaihoz, akkor bizonyos kis barátjának, az anyukájának, mikor köszönt, hogy csókolom, mert ezt tanultuk meg mindannyian, hogy azt kell mondani, hogy csókolom, ami a másik érdekesség, ugye, hogy amikor ilyen 14-5 leszel, akkor legalábbis nálam ez volt, hogy a csókolom elkezdett cikivé válni, de ott még nem tartasz, hogy azt mondd, hogy jó napot, mert az még olyan fura, tehát az olyan idegen. Ezért itt bejön egy hümmögés, hogy egy picit ezt így megpróbáld így, hát így megúszni, se csókolom, se jó napot, valami, hát valamit csinálsz a száddal, de az kevésbé artikulált. Hogyha valaki szóvá teszi, hogy nem köszöntél, mondhast, hogy de. Hát dehogy nem, hát nem láttad. Meg ezzel nem nézek oda, akkor nem kell köszönni, tehát hogy vannak ezek a trükkök, és vagy voltak. Na és hogy az van, hogy megérkezik mondjuk a kis barátjához, akinek az anyukájának ő azt mondja, hogy csókolom, és ez az anyuka azt mondja, hogy jaj, szervusz, hát tegezzél nyugodtan, mert ő már egy fiatalos X szülő, vagy egy fiatalosabb baby boomer, aki megengedi, hogy ő tegezze a gyerek. Ugyanakkor bemegy az iskolába, ahol csókolom marad, és a tanár ugyanezt nem ajánlja föl. Elmegy egy másik, nem tudom, elmegy a kozmetikai szalomba az anyjával, ahol nem mondja a kozmetikus azt, hogy na és az a lényeg, hogy elkezdik neki felajánlgatni, hogy tegeződj azok, akik fiatalosnak érzik magukat, míg mások nem, és a gyerek, akinek még nem fejlődött ki az a képessége ebben a korban, mondjuk 3 és 10 éves kor között, hogy ezeket a döntéseket megfelelően racionalizálja, vagy egyáltalán mérlegelni tudjon, az abban a helyzetbe kerül, hogy halvány gőze sincs arról, hogy mikor kit bánt meg azzal, ugye ezt úgy mondja a podcastben a Krisztián, hogy melyik ráncos, melyik szarkalábas hölgynek mondjam azt, vagy melyik akarja fiatalabbnak érezni magát attól, hogy tegezheti a gyerek. Valóban, hogy el tudja dönteni azt, hogy kit tegezzen, kit magázzon. És ebből lesz egy hümmögés, hogy nehogy rosszat csinálj. Nehogy megbánsd azt, aki tegezhetnél, de magáznod kéne is fordítva, és ezt, tehát hogy ez nálam például nagyon megvolt gyerekként, abszolút. Én erre tökre emlékszem, és én azt mondom, hogy valóban ez volt az oka. Ide fogok visszacsatolni, ugye kitér arra is a podcastben, hogy egészen más, hogyha mondjuk Magyarországon vizsgálod a generációk közötti különbséget, meg mondjuk az USA-ban, és pont a köszönéssel kapcsolatban nekem van egy ilyen megélésem, hogy itt Magyarországon belül is eléggé lokációhoz kötött, míg vidéken vagy kisvárosban sokkal közelebbi kapcsolatban vannak az emberek, szerintem ott egyel könnyebb helyzetben vannak, mint Budapesten. Nekem volt olyan ismerősöm egyetemen, aki vidékről, de nem is annyira vidékről jött fel Pestre, és mondta, hogy ő reggelente köszönt az embereknek a busz megállóba, és hogy nagyon furcsán néztek rá, nyilván leszokott róla, de neki ez volt amit megtanítottak, neki ez volt a természetes. Tehát még itt a köszönéssel kapcsolatban még ilyen nagyváros-kisváros viszonylatban is hatalmas különbségek lehetnek. Hogyne. És például azt ő el is mondja, hogy a tiszteletnek és a tekintélynek az egyik alapja ez a köszönés, vagy volt ez a köszönés sok generációnak. És ma már teljesen másról szó. És például a csetablakoknak köszönhetően, amik ugye egy véget nem érő beszélgetés, aminek nincsen eleje és vége, tehát köszönés nélkül és elköszönés nélkül bonyolítod, amiatt nagyon sokszor ez kiveszik. Miközben az sem elvetendő feltétlenül, hogy valóban egy tiszteletteljes köszönési forma-e annak az alapja, hogy valakit tisztelünk, vagy sem. Hát meg egyáltalán... Mert ugye nem emiatt kellene, hogy ez... Meg egyáltalán a magázódás tegeződés kérdése, hogy abszolút nem arról szól, ma már nekem sem, de gondolom az alfa generációnak még kevésbé a tisztelet kérdése, hogy tegezem az illetőt, vagy magázom. És ez amúgy tök jó lenne, ha elfelejtenénk. Én személy szerint nem szeretem ezt a tegeződés magázódást, pont azért, mert ilyen problémákat okoz. És még felnőtt fejjel is, hogyha beszélek valakivel, mondjuk egy nálam idősebb nővel, nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert tudom, hogy nem nekem, neki illene felajánlania, de egyszerűen néha már annyira szenvedek ettől a
helyzettől, hogy mondjuk olyan kapcsolatban találkoztunk, hogy nem tudok már vele úgy beszélgetni, hogy folyamatosan figyelek arra, hogy magázzam, mert nem vagyunk hozzászokva. Nekem például volt olyan főnököm, akivel ez a klasszikus gender per tú működik, a mai napig neki mindenkivel. Tehát, hogy ő mindenkit tegez, őt csak magázni lehet. És most szóvá teszi, hogyha valaki letegezi igen, őt? És nem is lehet, nem is tegezi. Na de én azt hiszem, hogy három embert ismerek, aki tegezi, és most, tehát, hogy ő egy ráadásul egy ilyen legenda a szakmán belül, nem maximálisan elfogadott, tehát engem, ha bottal kényszerítenének, se tudnám letegezni például. Csak én értem ezt a hozzáállást, de akkor nem elvárható, hogy akkor ő is magázzon téged, mert nekem ez a problémám, amikor úgy csinálunk, mintha ez nem egy kétirányú utca lenne. Nem, engem nem zavar. Vagy nem tudom, ezt kezdődik-e ott, hogy én, tehát én nem érzem azt, hogy ő nem tisztel, vagy nem kezel egy ilyen rangot partnerről van. És ezért innentől nem zavar. Pedig ez szerintem amúgy ebben valahol benne van a nem tartalak egy ilyen rangúnak. Mert ez valahol mégiscsak hierarchiát feltételez. Hát hogy mondjuk van köztünk 60 év, tehát hogy én azt gondolom, hogy legyen is ennyi. Tehát, hogy, de ettől még ő iszonyatosan tisztel, és mondjuk az abban nyilvánul meg, hogy mekkora fizetést ad, és milyen megbecsülést. Tehát, hogy nem abban, hogy a nála 60 évvel fiatalabbat tegezi, és én magázom. Én szerintem. De én vagyok így összerakva, tehát nem tudom, csak... De meg csak ha ilyen nagy korkülönbségről beszélünk, akkor szerintem mi még az a generáció vagyunk, akire ez hat. Tehát... Jó, túloztam 50 év van köztünk, vagy 50. Az is pont 60, ugyanannyi nagyságrendileg, mint a 60. Mindegy, a 40 is már ugyanez. Igen. Szerintem. Mindegy, ez csak egy ilyen szelete ennek a podcastnek, vagy ennek a beszélgetésnek, de hogy szerintem is egyrészt messzire is tud vezetni, megnyit egy csomó témát, és az nekem nagyon szimpatikus, hogy ő semmire nem mondja azt, sőt nagyon hangsúlyozza, hogy nincs jobb, meg rosszabb, hanem azt kell megérteni, hogy más. És én is hajlamos vagyok jónak és rossznak titulálni. Ugyanúgy, ezeket. Ahogy Friderikus Sándor is a kérdéseivel. Így van. Nagyon megalapoz. Provokált a kérdéseivel, ő erősen, igen. Hát minden kérdést, vagy a kérdéseknek a 90%-át. Hát sütött belőle a gyűlölet, az alfák, az y-ok és a z-ek felé, hát hogyne. De szerintem nem is ő az érdekes ebben a... Tehát, hogy... De olyan tekintetben mindenképpen érdekes, hogy már a kérdést hogy teszi fel egy olyan ember, akinek ilyen durva előítéletei vannak a fiatalabb generációval kapcsolatban. Igen. Tehát ez kijött belőle, abszolút. Ilyen szempontból szerintem maga a szituáció érdekes volt. Hát mondjuk, igen, mondjuk az ő munkássága, vagy ilyen, tehát hogy azért lehetett ugye sok mindent az elmúlt években hallani, hogy mondjuk ő hogyan dolgozott együtt, vagy az ő kollegiális viszonyai hogy alakultak, hát lehet, hogy érdemes odafigyelni a beszélgető partnereire ilyen szempontból, mert lehet, hogy ott esetleg van mit tanulni. De hogy nekem ez volt nagyon, nagyon fontos és szimpatikus ebben a beszélgetésben, hogy azt hangsúlyozni, hogy mások ezek a generációk. Nagyon fontos az, hogy nem életkor alapján definiáljuk a generációkat, tehát hogy egy alfa az 80 évesen is alfa lesz, tehát hogy ennek az egész, hogy mi a generáció, hogy az azon múlik, hogy te a születésed kor és az azt követő 1000 napban, ami a legmeghatározóbb, mi az a valóság, amivel normalitásként találkozol. Mi az akkor aktuális normalitás? Mert onnantól kezdve a te egész életedet ugye az fogja meghatározni. Ezért vannak nehéz helyzetben azok, akik az audiovizuális, akik azt élik meg, hogy az audiovizuális boom előtt már éltek, és közben érkezett az meg, ugye erről is beszél. Meg ami szerintem még nagyon fontos ebben a beszélgetésben, a megértés és az elfogadásnak a hangsúlyozása a különböző generációk egymás mellett élése kapcsán, illetve az a gondolat, hogy amit elmond, hogy a túlélés alapja az az alkalmazkodás, és hogy ez arról szól, hogy elfogadod a régit, és elfogadod a mait is. De ez nem azt jelenti, hogy annak úgy kell lennie, nem kell így lennie, de ha megérted, akkor tanítani is tudsz, meg elfogadni is tudsz. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megváltoztatni, vagy bizonyos dolgokat nem kell megváltoztatni, mint például köszönni, meg kell tanítani az alfa generációnak a tagjait adott esetben. De akkor az a mi feladatunk, hogy megtanítsuk őket, mert azt szeretjük elfelejteni, hogy minket is megtanítottak. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert én ezt kiéreztem nagyon a szavaiból, hogy valamilyen tekintetben
magára vonatkoztatva, meg az idősebb generációkra próbálja meg egy kicsit, szerintem teljesen jogosan terhelni, az, hogy ma, ami a problémája például Friderikus Sándornak az alfa generációjával, az ő generációjában gyökeredzik, hiszen ők nevelték fel ezt a generációt, illetve nagyon érdekes, ami ugye elhangzik azzal kapcsolatban, hogy milyen változásra lenne szükség, nem ennyire direkten az oktatásban, hogy mennyire más készségek fejlődnek a mai fiatalokban ahhoz képest, hogy a boomer generációban. A módszert arról beszél. Ennek kapcsán jött szóba múlt héten köztünk ez a podcast, hogy igen, tehát hogy másra van kondicionálva például az alfa generáció képviselője, mint ami az oktatásban módszertanként megjelenik. Ugye itt a könyveket hozza ő is példának, és szerintem ez egy nagyon érdekes dolog a hosszú távú versus rövid távú memóriának a kérdése, hogy a hosszú távú memóriára voltunk, vagy annak a használatára voltunk kondicionálva nagyon sokáig. Én is úgy szocializálódtam, tehát az én, nem hogy az első 1000 napban, de az első 20 évenben nem volt internet, mondjuk. Tehát az van, hogy én magolok. És a mai napig magolok, és nekem nagyon nehezen áll át az agyam arra, mondjuk, hogy rákeresgéljek a dolgokat. De rákeresek, csak én nem erre voltam kondicionálva. Egy alfás, aki most ilyen 10, nem tudom, 15 éves, ő meg már abban szocializálódott, hogy a rövid távú memóriáját használja, amit amúgy, mint probléma, leginkább fölvett ez a beszélgetés, hogy a memória, mint olyan elvesztése, a legnagyobb potenciális veszély. Igen, de egyben lehetőség is, én úgy gondolom, hogy az, hogy nem terheljük feltétlenül a hosszú távú memóriánkat azzal, hogy évszámokat magolunk, az lehetőséget nyit arra, hogy összefüggésekben gondolkozzunk. Tehát, hogy összefüggéseket tanuljanak, értsenek. Igen, de ez abszolút az oktatási rendszernek a hiányosságai, meg a szülőknek a hiányosságai, akik nem próbálnak ilyen módon hozzáállni a gyerekükhöz, hanem puffognak, hogy miért csak a videójáték meg a tablet érdekli a gyereket, amikor ő adja neki oda tulajdonképpen. De én úgy gondolom, hogy ez a fajta változás, ez elkerülhetetlen. Nincsen szükségünk arra, hogy adatokat magoljunk, mert minden ott van a zsebünkben. Kérdés, hogy ezt mennyit használod, mire? Tehát ugye ő is a szülők hiányosság, amit mondasz, ugye ő a tudatosságot hiányolja a szülőkből, illetve arra hívja fel a figyelmet, hogy arra van ma nagyobb szükség. Olyan apró példákat hoz, mint hogy a családi ebédnél a telefonok ott vannak-e mondjuk melletted az asztalnál. Ez egy apró dolog, de már is azt az érzést kelti, hogy anélkül mi ugye nem vagyunk. Miközben, tehát ezek a mintáknak a kérdésköre, hogy amikor azt látják, hogy a szülők állandóan valamilyen képernyő előtt vannak, legyen az tablet, telefon, tévé, bármi, és lehet, hogy dolgoznak, tehát ez is elképzelhető, de ez egy olyan helyzet, amit kezelni kell. Úgy beszél hozzád, hogy nem rád néz, hozzád beszél, de nincs szemkontaktus. Hát hány ilyet látunk? És nem azért, mert nem akar szemkontaktust tartani, vagy nem szereti azt a gyereket, hanem mert mondjuk mások a szokások. Ilyen nagyon egyszerű dolog, de ami nekem a kedvenc példáim egyike volt, ez az ok-okozati gondolkodásnak a kialakulását segítő tevékenységek, amire elmondta példaként azt, hogy ez például az X-ek, Y-ok esetében úgy működött, meg hát korábban meg pláne, hogy mondjuk elromlott a tévé, vagy éppen zsizsgett az adás, akkor csapkodtad a tévékészüléket, és rácsaptál háromszor, akkor vagy megjavult, vagy nem, akkor az antennát ugye izélgetted, meg hát szétszerelted a hátát. Na de most a lapos tévét hova csapkodod? Hát rá sem tudsz ugye csapni. Vagy elromlott a hűtőszekrény, akkor elkezdték szerelni. Az egész gyerekkorom abból állt, hogy valamit a nagyapám szerel. Na most ez segíti a gyereknek azt a típusú gondolkozásának a fejlődését, ami ez az ok-okozati, ezt mondja ugye el, hogy valami elromlik, és látod, hogy megcsinálják. És ez ma például nincs így, tehát ki kell találni rá szerintem mást. Csak átköltözött valamilyen tekintetben a digitális térbe, tehát nagyon sok minden elromlik digitálisan, de ez egy hatalmas különbség, abban igazad van, hogy a tévét nem szokták csapkodni, meg szétszerelni csak úgy, de mondjuk egy digitális problémának a megoldása, ugyanazt látod belőle, mint hogyha nem tudom Ő ezt mondja tulajdonképpen, tehát nem azon, hogy ez nincs ma, csak más. Nem látható. Ki kell találnod, hogy mi az, amivel ezt meg tudod tanítani a gyereknek. Lehet, hogy a digitális térben, igen. Vagy ha nem olvasol, akkor nem lát könyvet.
mondjuk. Nagyon érdekes a húgom, az például ugye még pont abban a korban született, amikor a telefonoknak, és most is különbözőképpen lehet beállítani, ugye, hogy hogy oldott fel a hátterét. Nyilván mindenkinek egyedi, tehát vagy húzigatja, vagy számokat ad meg, számkódokat, stb. Sokan vagyunk a családon, négyen vagyunk testvérek, minden egyes telefont fel tudott oldani a gyerek. Tehát ezek az okokozati összefüggések, ezek valószínűleg az agyában, de hogy úgy, hogy még ilyen 3 éves kora előtt, tehát mindenkitől megtanulta azt a kézmozdulatot, azt a számsort nyilván nem tudta leolvasni, hogy vagy azt a gomb billentyűzet kódot, amivel ő ezt meg tudja tenni. Tehát nekik már egy egészen más történet, de ugyanaz. Ugyanaz, meg kell tanulja, valami, csak másképp. Tehát, hogy valamit el kell indítani, igen. Valamit meg kell csinálni, akkor ő azt tudja. És alkalmazkodnak, igen. Egy X-es vagy egy Y-os szülőnek rá kell jönnie arra, hogy az ő jelenében mi az, amivel ezt meg tudja tanulni, mert az nem az, amivel ő megtanulta a múltjában. Tehát erre mondja ő a tudatosságot ebből a szempontból. Meg ugye tök sokat beszél az énközpontúságról, amiben jelenleg élünk, és ezt sem úgy illeti kritikával, nekem ez is szimpatikus, hogy ennek is megvannak az elképesztő előnyei, meg hogy ez így valahol kódolva volt, hogy ide fogunk eljutni. És itt egyszerűen csak a gondot az okozza, aki még nem egy énközpontú történetben szocializálódott. Szerintem nagyon érdekes, amit a világ vezetőire vonatkozóan mond, életkorilag. Tehát, hogy nézzünk már körbe, hogy veteránok ülnek, mármint ez a generációnak a neve, veteránok ülnek az Egyesült Államok elnöki pozíció, tehát, hogy ez szerintem pokoli érdekes, hogy nem eresztik a széküket, mert nekik még azt ott meg tudják fogni, miközben az lenne a normális, hogy ők már nyugdíjasok. Mert igen, és ugye ide hoz egy másik összefüggést, hogy az átlag életkor mennyire kitolódott, és gyakorlatilag ez okozza az egészet, és ez is egy olyan... Ez tök érdekes. Igen, tehát ez egy teljesen logikus, elmondja valaki, és eszedbe nem jut ezzel vitatkozni, de egyébként így magadtól nem gondolsz erre, és az, hogy ez majd milyen következményekkel jár a mostani alfa generációra... Nem, ugye az X-et, Y-t hozza. Már arra nem is. Tud, tehát most jelenleg a legtöbb munkavállaló X-es, tehát ők mondjuk az uralkodó generáció. Az Y-ok semmihez nem jutnak hozzá emiatt, mert a vezetőpozikban a baby boomerek és a veteránok ülnek, mert még tart az életük és tépik ezt, ami van. Ergo az ő hozzáállásuk határozza meg nagyon sok mindenben az életünket, miközben a főbb vezető pozíciókat alattuk meg mondjuk az X-esek töltik be. Tehát itt szerintem az alfákon, tehát a mostani fiatalokon a sor, akiknek a következő olyan lehetősége meg lesz, hogy ebbe betörjön. Hát ha lesz annyi önismeret és jövőbelátás ebben a két generációban, hogy átadja az alfáknak a stafétát, nem pedig ugyanazt a hibát követi el, mint a veteránok és a boomerek, hogy akkor most mi jövünk. Nekem az volt az érdekes, amikor a második Erzsébet meghalt, és ugye mindenki gondolt arra, hogy most a Károly lesz megkoronázva, vagy pedig átadja Vilmosnak a stafétát, és pont ez az, hogy ő aztán átélte, hogy milyen egy életen át várni arra, hogy ő kerüljön oda, és ugyanezt nem tudta megtenni ezt a gesztust. Persze. A fiával kapcsolatban. És jó, igen. Én félek ettől, hogy nem az lesz, hogy itt most két generációt úgymond elfelejthetünk, az Y-t és az X-et, és akkor majd jönnek a... Z-t. Az Y-t meg a Z-t lehet szerintem kukázni ilyen szempontból sajnos. Lehet. Mindegy, az egy mondás lenne, hogy akkor itt volt két generációnyi áldozat, de majd a következő generációk már nem ezt az attitűdöt fogják továbbadni a gyerekeiknek, de félek attól, hogy ez nem így fog történni. Figyelj, én már most tanultam egy csomó mindent ebből, én igyekszem a saját alfás munkavállalóimhoz így hozzáállni, ahelyett, hogy olyan ideges leszek és 220-as vérnyomású tőlük, hát ha ez majd segít. Hát én is mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt, vagy hallgassa meg ezt a podcastet, mert tényleg nagyon nagy tudatosságra nevelhet, és azért ez egy másfél órás beszélgetés, de érint olyan témákat, amin igenis van értelme hosszabban elgondolkozni, elidőzni. Mi mára köszönjük a figyelmet, holnap újra jövünk.